A mai napon, július 29-én kezdjük a 2019-2020-as évre a felkészülést. Első héten 5 edzést terveztünk, ami itt fog zajlani kint a futballpályán, tehát gyakorlatilag itt még labdával nem fogunk találkozni, és futó mennyiség lesz a fő és egyéb lábmunka feladatok. Emellett a lányok egyénileg kondiznak, nem tudjuk összehozni ezeket a dolgokat. Következő héten 4 edzéssel megyünk, és már a harmadik héttől kezdve a szokásos 3 edzésre fog csökkenni az edzésszámunk. Ezek már bent fognak lenni a csarnokban, ezek már vegyes fölkészülés lesz, labdás. Heti 1 alkalommal erősítés, 2 labdás edzés lesz. A csapatban történtek változások, lényeges változások történtek, 6 távoztak a csapatból, és mind a 6 meghatározó személyiség. A kapuban Borsós Erika abbahagyta a pályafutását, ugyanígy tett a Csifári Csilla is. Radnóti Marian nem tudja vállalni a továbbiakban a feladatot, mivel a munkahelye olyan kötött, hogy nem tud edzésekre járni. Szabó Leila Szegedre megy egyetemre, ezért ő neki nyűgös lenne a visszajárás, és Szegedre fog igazolni. A Semjéni Henny viszont anyai örömök elé néz, tehát ő is kivált a csapatból. Az érkezők, Algyűről jött az Aradi Edina, aki egyébként orosházi kötődésű. Én azt gondolom, hogy meghatározó fog tudni lenni ebben a bajnokságban és ebben a csapatban. Irányító posztra jött Új Kígyósról segítségnek a Leszkó Diana, beállóban Békés Csabáról a Medve Melissa, Orosházáról jött egy nagyon fiatal játékos, a Juhász Titanilla, aki bizonyos okok miatt egy időre abba hagyta a kézilabdát, de most újra szeretné kezdeni. Ő még ifista korú, és megadjuk neki a lehetőséget, meglátjuk, hogy mi fog történni, hogyan fog sikerülni neki ez az újrakezdés. A KSZ-éből fog még érkezni egy balszélső kislány, ő neki most az iskolai ügyei vannak folyamatban, ide szeretne jönni iskolába, és akkor itt is laknak kollégiumban, tehát akkor teljesen tudna az edzésekre járni, mert egyébként nagyon nehéz lenne ez az átjárás. Aradi Edina vagyok, Orosházáról érkeztem. Medve Melissa vagyok, Békés Csabáján Kásokban jöttem. Leszkó Diana vagyok, Új Kígyósról jöttem. Juhász Titanillának hívnak, Gádorosról jöttem. Azért igazoltam Gyulára, mert nagyon tetszik ez a csapat, főleg azért, mert tavaly elsők lettek, ami azt jelenti, hogy nagyon jó a csapat összetartás. Úgy tűnik, hogy jó a csapatszellem, azért választottam a gyulai csapatot. Agyon kéziztem legutóbb, 2-3 hónapja megkeresett a Karcsi, és hát mivel hogy hiányzott már a kézilabda, ezért elvállaltam. Azért jöttem ebbe a klubba, mert szeretnék új kihívásokat, szeretnék dobogós helyezést elérni. Reményen dolgozunk azért, hogy a bajnokságban minél jobb eredményt érünk el. Remélem, hogy a dobogó felső fokán fogunk végezni, vagy hogyha nem, a dobogón valamelyik fokán fogunk végezni. Keményen dolgozunk azért, hogy bajnokságot nyerjünk. Mindent megteszünk ezért, hogy sikerüljön. Ez a szezon, ez marha nehéz lesz. Tehát nagyon sok csapat van, aki sokat tudott erősíteni. Az Algyő NB1B-ből hozzánk esett ki, megmaradt mindenki, sőt még erősítettek is, hiszen ők vissza szeretnének kerülni az NB1B-be. A Vásárhely, aki eddig is riválisunk volt, ő is a NB1B-s reményeket tűzött ki célul, erősíteni fognak.
A Békés Csaba már tavaly is szerette volna megnyerni az NB2-es bajnokságot. Tehát három olyan csapat van, akinek feltett szándéka a bajnokság megnyerése. Mivel ugye a célunk nem lehet más, mint ezekkel a csapatokkal nagyon jó fölvenni a versenyt, nagyon jó fölkészülni, csak a nehézségeink között van ismét az, hogy egy új csapatot kell építeni. Ehhez idő kell, ehhez munka kell, hát meglátjuk, mennyi munkát tudunk beletenni ebbe a fölkészülésbe. Nem lesz egyszerű, nagyon nehéz lesz, de ha épésszel gondolkodunk, akkor azt mondom, hogy egy-öt közé lehet várni a csapatunkat. Nyilván én nekem ennél magasabbak az elvárásaim, én szeretném dobogón látni a csapatot. Egy biztos, hogy egy csapatot sem szabad alábecsülni, mert ha mi magunkat a negyedik helyre sorolnánk, utánunk levő csapatok és a kilencedik helyé bárkitől pontot tud szerezni egy-egy mérkőzésen. Tehát itt lesznek meglepetés mérkőzések véleményem szerint. Nem lesz lefutott a bajnokság már az elején, hogy tavasszal már valaki megnyerje a bajnokságot. Tehát ilyen biztos nem lesz. Nehéz lesz, borzasztóan, de én nagyon bízom a lányokban, és nagyon bízom a fölkészülésünkben is, hogy föl tudunk készülni, újakat tudunk tanulni, és sikerülni fog ez a esztendő is. Mit várhatunk mi, a szurkolók tőletek? Hát az biztos, hogy egy baromi kemény csapatot fogtok látni a pályán, aki, ha kell, felszántja a csarnokban a talajt, és hogyha kell, akkor a jobb sarkot át fogja hordani a bal sarkába, hogyha erre van szükség. Tehát ezek a lányok, mint eddig is, a lelküket és a szívüket rakják ki a pályára. Ez majd, hogy mire lesz elég, meglátjuk, de az biztos, hogy akarati tényezőkön nem fog múlni. Így legyen. Hajrá, Gyula! Hajrá, Gyula! Köszönöm. Oké, megyünk a jobb.